bár az idő szürke, Metzel György kertje mégis gyönyörű színekben pompázik. A kertész szerint május környékén kell igazán életre a 7000 négyzetméternyi terület, ami négy részből tevődik össze. A nyugdíjas férfi mindezt egy személyben gondozza, de azt mondja, ez egyáltalán nem esik nehezére. A növények szeretetét egészen gyerekkorából hozza. Anyuka nagyon szerette a virágot, templomban járt díszíteni virágotat, aztán akkor rám is ragadt valamennyi. Egész kiskoromban meggyűjtöttem, Pakson laktunk erdő mellett a régi vasútállomáson, ahol van, ott laktunk a vasútállomásban, ott a Duna, az erdő, a hegy, a hatos út. Gyereknek nagyon jó helyünk volt, és akkor odaártam az erdőbe. Még onnan is van növényem, egy, ami még onnan származik, az őse. És akkor utána Kórdra kerültünk, ott is erdőmhöz közel laktunk, onnan van a legtöbb erdei növényem. Én csak Zöldségtakon végeztem a főiskolát. Hát itt dolgoztam utána a TSZ-ben, 37 évet. Talán 5 évre elmentem nyugdíjasként már Alsó-Tengelicre, a szociális otthonba. Ott is, ott igazán jó éreztem magam. Ott egy lerobbant, elhanyagolt erdős park volt, azt kellett gatyába rázni. Hát 5 év alatt arra járnak megnézteti. Nem tudom most milyen ügyen, de akkor nagyon szépre sikerült. Amennyit csak ráérek. Ilyen reggeltől estig, szinte minden nap. A szombatosárnap nem annyira, mert ők az unokákkal is kell foglalkozni. De ami szabad időm van, az mind rámegy. Ha csak nem ilyen idő van, mi most. Most inkább macskázok. Nőszírom, igazából az a legszebb növényem. Hát abból van a legtöbb, van több mint 1000 fajta. Számtalan faj megtalálható a kertben, melyek többnyire erdei virágok. A kertész azt mondja, nem igazán kedveli a kényes növényeket. Egyik évben, pár évvel előtt összeszámoltam, 650 faj, ez faj, de van olyan faj, amiből 1000, nem tudom, mind 1000 fajta van. Nőszirmokból. Akkor van egy faj sáslilomok, abból van 450-60. Van tulipánból egy 100-110, nárciszból is egy 100-110. Egy 50-60 árnyék lilom. Meg hát a többit azt nem tudom, már nem számolom a többit. Ezeket gyűjtettem. A pestek miért járnak-e természetbe? Én meg egész nap itt lehetek kint igazából. A munka mindig jól esik, nem olyan túlságosan nehéz. Metzel György örömmel fogadja az érdeklődőket, látogatókat, szívesen segít bárkinek. Szoktak önni nyugdíjasok, szektárról, tolnáról. Hát sokan járnak. Nyírszőlőstől egészen most a Magyaróvárig. Meg voltak már Zalából és Baranyában is van egy ismerősünk, akiknek a társasága szokott jönni. Szívesen ők bárkinek. Én azt szoktam mondani, nekem azért van növényem, hogy másnak is legyen. Én nem olyan kertész vagyok, hogy tényleg pénzét csinálom. Mert nem abból élek. Aki szereti a világot, az jöhet akármikor.